Mint ismert, pár hete újra elstartolt a Zenesóstón elnevezésű rendezvény, a következő koncert július 6-án lesz, szombaton a No Dress Code Acoustic lép fel, július 10-én pedig Szirota Jennifer és zenekara ad koncertet a sóstói piac szomszédságában. Továbbra is megtekinthető Orosz István Kossuth Díjas grafikus művész animációs filmrendező tárlata a Városi Galériában, a Száz Arc elnevezésű kiállítás július 27-ig látogatható. A múzeumok éjszakáján két tárlatot is nyitottak a Józsa András Múzeumban, Kelet-Magyarország legrégebbi közművelődési és tudományos intézményének első emeletén látogatható a Nyugat kopogtat, a rendszerváltás árnyékában című kiállítás, valamint Kis Lajos egykori múzeumigazgató múzeumtörténeti emlékkiállítása. A zenés vidor nyára Veszprémi Petőfi Sándor Színház versenyprodukciójával folytatódik, szombat este Szilágyi Tibor rendezésében a Nyitott Ablak című zenés vígjátékot láthatják az érdeklődők a Rózsakert szabadtéri színpadon. Július 7-én kutya kiállítás is lesz Nyíregyházán a Kertvárosi piacnál, aznap este pedig jótékonysági bállal startol el városunkban a honismereti mozgalom legnagyobb találkozója, a 47. honismereti akadémia hivatalos megnyitója hétfőn lesz a Megyeházán, az ötnapos konferencia keretében szakmai továbbképzések, fórumok is lesznek, valamint érdekes előadások hangzanak el a nemességről. A rendezvény nyitott, bárki csatlakozhat a hétfőn induló akadémiához. Vígjátékot és zenés vígjátékot, valamint mesés zenejátékot, operettet és rockoperát is kínál a 28. Mandala nyár. A neves művészeket felvonultató programsorozat ismét a Görög udvarban várja a nézőket július 13-át szeptember 1-ig.